Havonta átlagosan 180 beteget operálnak szürkehályok problémával a József András Oktatókórházban Nyíregyházán. A Semmelweis Egyetem felméréséből az derül ki, ma már ez is népbetegségnek számít Magyarországon. 20 évvel ezelőtt átlagosan 20 000 beteget műtöttek szürkehályok problémával hazánkban. 2016-ra ez a szám 90 000-re nőtt. A Semmelweis Egyetem felmérésének adataiból az is kiderül, évente mintegy 12 ezeren veszítik el látásukat a szürkehályog miatt, pedig műtéti beavatkozással ez elkerülhető lenne, a megbetegedés viszont gyógyszerrel nem kezelhető. A szürkehályog a szemlencse olyan mértékű elhomályosodását, elszürkülését jelenti, amely már akadályozza, hogy éles kép alakuljon ki a retinán. A látásélményt a betegek legtöbbször ahhoz hasonlítják, mintha egy párás, koszos üvegen keresztül néznének. Ez általában az esti olvasást, vezetést, vagy barátaik arckifejezésének érzékelését is nehezítik, fájdalmat azonban nem jelent. A témával kapcsolatban stúdiónk vendége dr. Meleg Judit szemész szakorvos. Köszöntöm a műsorban. Köszönöm. Hát akkor talán magát adja az első és legnehezebb kérdés, és talán többet fel sem kellene tennem, hogy akkor mit tehetünk, mire figyeljünk. Maga a szürkehályog az leginkább az idősödéssel kialakuló elváltozás, de egyéb állapotok is okozhatják. Ugye, mivel az idősödéssel függ össze, részben környezeti ártalmak, UV-sugárzás, táplálkozás is befolyásolhatja, de igazán olyan tényezőt megnevezni, amint ha változtatunk, el tudjuk kerülni a szürkehályog kialakulását, jelenleg nem tudunk megnevezni. Viszont nagyon jó esélyekkel és nagyon jó eredményekkel lehet ezt kezelni manapság már. Hát prevenció hiányában akkor talán azokat a tipikus tüneteket soroljuk el még egyszer, hadd hallják a szakorvostól is a kedves nézők, amelyeket mondjuk nem tudunk összekeverni mással. Másra utaló tüneteken. Leggyakoribb tünet, amikor szépen lassan, fokozatosan romlik a látás, ezt szokták megélni, illetve ha elmennek egy optikába vagy a szemészetre, ezt szemüveggel nem tudjuk már kellőképpen korrigálni. Illetve a színeknek a fakulását szokták még észlelni, illetve a hályok típusától, vagy a közeli, vagy a távoli látás kezd el először romlani, és végül minden távolságban egyre rosszabb lesz a látás. Ez mind a két szemünkre vonatkozik? Mind a két szemnél előfordulhat, nem feltétlenül egy időben, de egy időben is előfordulhat, illetve egymást is követhetik ezek az elváltozások időben, de mindkét szemen előfordulhat. Azon túl, hogy az öregedési folyamatnak lehet része az, hogy ilyen tüneteket tapasztalunk magunkon, aki mondjuk még nincs ebben a folyamatban, mert nem mondható idősnek, ettől függetlenül kialakulhat-e más miatt is? Egyre fiatalabb korban is előfordul a szürkehályog, talán amiatt is, mert diagnosztizálni is könnyebb megfelelő műszerekkel, korai stádiumban is észrevesszük. Másrészt az egyéb betegségek, cukorbetegségre gondolok, bizonyos bőrbetegségekhez is, bizonyos gyógyszerek szedéséhez fokozottan társulhat ennek az előfordulása. Ugye azt is hallottuk a felvezetőben, hogy gyógyszerrel nem kezelhető ez a probléma együttes. Mennyit jelent az, hogyha időben sikerül önöknek, szakembereknek felfedezni ezt a gondot? Ez így van, tehát jelenleg gyógyszeres kezelés erre nem áll rendelkezésre, műtéttel lehet ezt korrigálni. A műtétet már manapság koraibb stádiumban is elvégezzük, tehát nem kell megvárni, amíg egy teljes vagy súlyos fokú látásvesztés kialakul. Hát ez esetben is nagyon jó eredménnyel lehet a műtétet elvégezni. És hogyha valakinél elvégezték már ezt a szükséges műtétet, ugye azt is hallhattuk, hogy ez igen magas szám, hogyha már valakinél ezt egyszer elvégezték, ez a probléma jelentkezhet-e újra utána? Nem jelentkezhet újra, mert a lényege a műtétnek, hogy az elszürkült lencsét a szemből eltávolítjuk, és a helyére egy átlátszó műanyag lencsét kapnak. Egy úgynevezett utóhályog, amivel gyakran keverik, az kialakulhat. Az a megmaradt lencsetoknak a megvastagodása lehet, de ez nem egyenlő a korábbi szürkehályog kialakulásával. Az, hogy népbetegségnek számít Magyarországon ez a szürkehályog probléma, ez jelentheti azt, hogy csak nálunk, vagy ez érvényes bármelyik nemzetnél, bármelyik országnál? A világon a vezető vaksági ok
közé tartozik, főleg ugye a fejlődő országokban jelent ez nagy problémát. Nálunk ugye hála a háttérrendszernek, a megfelelő eszközöknek az egészségügyi ellátás annyira fejlett, hogy nem kell megvárni ezt a stádiumot, hanem sokkal korábban nagyon jó eredményekkel műtétileg ezt tudjuk kezelni. Önök végeznek ugye viszonylag gyakran vizsgálatokat. Milyen gyakorisággal kerül az önök keze közé olyan páciens, akinek szürkehályog van a szemé? Ez részben a rendelés jellegétől is függ, hogy milyen típusú a rendelés, de azért minden rendelésen általában egy olyan 2-3 betegnek nagy valószínűséggel van. Vagy elfogadja, hogy már operálni kellene, vagy még úgy dönt, hogy ezzel az életminőséggel egyelőre megelégszik, és egy későbbi alkalommal szeretné ezt operáltatni. Tudunk-e rizikófaktorokat felsorolni például? Hát, mint említettem, leginkább az UV-fénnyel tudják összehozni, illetve valószínűleg a táplálkozás is befolyásoló tényező, hogy öregszik a lencse, az oxidatív folyamatok befolyásolhatják. De egyértelmű, kivéthető rizikófaktor, amit biztos, hogy megállítja, olyan nincs. Külső behatás idézheti elő ezt a problémát? Trauma hatására, igen. Szemtrauma hatására alakulhat ki szürkehályog. Ugye az olyankor nem feltétlenül mind a két szemre vonatkozik. Tehát az az a helyzet, amikor mondjuk nem együtt romlik a két szem is. Így van, de ez általában egy elég gyors látásvesztéssel jár, meg a trauma következtében, tehát ezt észre szokták venni. Az, hogy itt a Józsa András kórházban havi 180 műtétet végeznek el emiatt a probléma miatt, az országos átlagnak mondható? Hát ugye mi egy megyei kórház vagyunk, ez függ az ellátottsági területtől is, mi egy ilyen középmezőnynek számítunk. Tehát vannak, ahol ennél többet is el tudnak végezni. Milyen vizsgálatot végeznek el ennek kiderítésére, felderítésére, mennyi időt vesz ez igénybe? Minden alkalommal ugye a látásélességet fel kell mérni, azt meg kell nézni, hogy szemüveggel mennyire korrigálható a beteg látásélessége, szemnyomásmérés és szemtágításban egy szemfenék vizsgálat elvégzése mindenképpen kötelező, hogy az egyéb szembetegségeket fel tudjuk mérni, mert a műtét utáni látásélességet nagyban meghatározza, hogy van egyéb társuló más szembetegség, vagy nincs. Erre irányuló vizsgálatot akkor végeznek, hogyha a már beszélgetésünk elején említett tünetekről beszámolnak a paciensek? Így van. Tehát aki csökkent látásélességgel jön, nem korrigálható, őt mindenképpen tágítjuk, és tágításban egy teljes körű szemészeti vizsgálatot végzünk. Ugye más hályog is van, ami támadhatja a szemet, és ugye hát ezeket nem illik összekeverni. Zöld hályog, a másik típusú betegség, az a látóidegfőnek a pusztulásával együtt járó, fokozatosan, nagyon lassan előre haladó rostpusztulás és látáscsökkenés. Maguk a paciensek esetleg összekeverhetik, vagy mondhatjuk, hogy nem látnak tisztán, ezt most nagyon idézőjelbe tettem? Nem. Tehát a zöld hályog, ez egy általában egy nagyon lassan kialakuló alattomos betegségnek mondják, ugyanúgy, mint a cukorbetegséget, hogy általában a végső stádiumban veszi észre maga a beteg, ezért nagyon fontos a szűrővizsgálatok elvégzése. Az nagyon buta kérdés, de azért nem baj, felteszem, mert nem vagyok szemész szakorvos. A kettő együtt járhat? Járhat, illetve indukálhatja egyik a másikat. Hát ez nem olyan jó hír. Én nem tudom, hogy valami fontos dolgot hagytunk-e ki, ami a kedves nézők tájékoztatását érintheti a témát illetően. Hát szerintem talán az a legfontosabb, hogy menjenek el szűrővizsgálatokra. Én köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és tájékoztatást adott a kedves nézőknek. Köszönöm én is a meghívást.